És majd is emeltem Bóta Gábor, színékritikus, szervusz Gábor. Szervusz, és most egy olyan előadásról fogok beszélni, ami tele van idős színészelvé. Egészen pontosan 4 van bennük, a Belvárosi Színháznak a Folyón túl Itália című produkciójáról van szó. Ugye Orlai Tibornak a produkciójáról láttunk már ilyet, hogy például a Nagy Négyes mind a mai napig fut, és egészen kiváló 4 színész játszik benne. Ebbe is 4 színész, 2 nagyszülőről, illetve 2 pár nagyszülőről van szó, tehát Lázár Kati, Benedek Miklós és Szabó Éva, illetve Lukács Andor a nagyszülők, akik vasárnaponként együtt ebédeznek, és már úgy nagyjából mindenkit elüldöztek maguk körül, mert ez egy ilyen kibírhatatlan társaság, ilyen olasz-amerikaiak, tehát nagyhangúak, állandóan azt mondják, hogy látunk is itt már belőle, Lázár Katit látjuk, hogy a család az első, de igazából Szabó Éva és Benedek Miklós, de igazából persze nem tudnak figyelni egymásra, patáliáznak, állandóan veszekednek. A Lázár Kati által játszott nagymama, ismered ezt a Szabó Éva volt az előtt, ismered ezt a típust, amelyik mindig kaját hoz. Igen. Tehát mindig tömi. És ő az unoka, Szabó Kimmel Tamás, na ő az egy szem ember, tehát a gyerekeik már elspricceltek körül, elmentek tőlük, és Szabó Kimmel Tamás még szegény ott marad, és próbálja elviselni ezt a dolgot, de aztán tulajdonképpen hát arról van szó, hogy ő is bejelenti, hogy akkor húz el a világ másik végére, mert hogy ott az előmenetele szempontjából. Nagyon jó kis szereposztás, hogy ezt mondtam. Hát abszolút jó kis szereposztás, Znamenák István rendezte, és jó is az előadás. Tudod, ez az alapvetően habkönnyű, tehát nagyon jókat röhögsz, de azért mégis megérint, tehát mégis van benne egy fájdalom. A végére a 4 nagyszülőből tulajdonképpen 3 meghal. Nagyon szépen van ez egyébként megcsinálva, tehát nincs nagy drámázás. Tulajdonképpen jelentőség teljesen tartással kimegy először az egyik a színről, aztán a másik, és mindenki érti, hogy miről van szó, hogy hát ők tulajdonképpen abszolút végleg elmentek. És szól persze a generációk közti különbségről, tehát hogy ezek az öregek már tulajdonképpen ki nem mozdulnak ebből a faluból, és ott megrögzötten ott vannak. És ugye a fiataloknak meg tökéletesen az persze. A természetes, hogy ide-oda mászkál a világba, és abszolút mobil, de ezt nekik nagyon nehéz megérteniük, mert ilyen majom szeretettel imádják ezt a srácot. A srác meg persze menekül, mert érzi, hogyha nem menekül, akkor nem bír felnőtté válni, meg önállóvá válna. Ők pedig minden őrültséget kitalálnak, hát a legnagyobb őrültség, ugye, ami a Szabó Éva játszotta, nő jeleskedik, hogy kerítsünk gyorsan egy mennyasszonyt a srácnak, és azzal majd ide kötik. És hoznak is egy Cseh Judit által játszott mennyasszony, és tukmálják rendesen, ecsetelik az előnyeit. Tudod, amikor jót akarnak, de közben állandóan olyan beköpések vannak, amitől a srác haja száll az égnek áll. Tulajdonképpen még majdnem egymással is illő lenne ez a csajhoz, ha nem lenne ez a csaja, ha nem lenne ez a képtelen helyzet. Egy kedves darab. Nagyon kedves darab. Ez a tipikus, ezt nevezik szerepdarabnak, amit azért érdemes, nem azért érdemes bemutatni, mert egy nagyszerű remek mű, hanem azért érdemes bemutatni, mert színészek egyszerűen jól érzik magukat benne, domboríthatnak, brillírozhatnak, csillaghatnak, és ettől tulajdonképpen a közönség is jól érzi magát. A Znamenák se akad beletenni mindenféle fajsúlyos dolgot, mert ezzel értelmetlenül elnehezítette volna. Ez nem ez. Ez az, hogy bemész, jót szórakoztál, jól érzed magad, jó színészeket láttál, és egy picit azért érzelmileg is megérint, de nem úgy, hogy gyomorgörcsöket kapj tőle. Úgyhogy tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez abszolút rendben lévő egy előadás, ajánlani tudom. A következő produkció a Zoltán újra temetve egy abszurd, de nagyon is valóság témája van a Nemzeti Színházban.
mutatták be a Vidnyánszky Attila rendezésében. Ő tulajdonképpen már ezt nem is a mostani nyáron, hanem az előző nyáron Zsámbékon megrendezte egy ilyen előzetes változatban. Ő ugye elég sokat dolgozott Zsámbékon, lehet tudni, hogy ott van egy ilyen régi rakétasiló, és azok nagyon jó helyszínek. Lehet, hogy múlt időben kell mondjam, hogy voltak, mert ott most megint bajok vannak, és tulajdonképpen fel akarják számolni ezt a területet, mint múzeumot, és ott is megy a húzd ide, húzd oda dolog. Lényeg az, hogy a Vidnyánszky ezt tulajdonképpen ott mutatta be, az a címe, hogy Zoltán újra temetve, és egy nagyon különös dologról szól, kis berlini falnak is hívták ezt a falut, ahol tulajdonképpen 2005-ig állt egy határ a falu főutcáján. És hol ehhez az országhoz került, hol oda, ezt föl kell olvasom, nem tudom követni, tehát a történelem morbiditását egyszerűen nem lehet követni. Tehát 9020-ig ugye a Magyar Királysághoz tartozott, akkor Csehszlovákiához került, akkor az első bécsi döntés után újra Magyarországhoz, akkor a II. Világháborút követően, amikor Szovjetunió nyugodtra tolta a határait és bekebelezte Kárpátalját, akkor pedig egyik része Szovjetunióhoz, másik része pedig Csehszlovákiához. Na most hát ez egy dili. Tudod, ez az a el sem utaztam, és már is három országban éltem. Na most ez egy nagyon kelet-európai helyzet, és ebből a Zelei Miklós, aki egyébként cikkekkel, meg mindenféle más módon is sokat tett azért, hogy ez a képtelen helyzet felszámolódjon, írta ezt a Zoltán úrja temetve című darabot, ami úgy abszurd, hogy tulajdonképpen van egy pasi, akit elvisznek a gulágra, és amikor ez a falu ketté szakad, akkor tulajdonképpen elszakítják a mennyasszonyától, és meghal a pasas, és azt írja azt elő a végrendeletébe, hogy a mennyasszonyához temessék el. És elindul a falu közösség a koporsóval, és soha nem tudja átvinni a másik oldalra. Hol ezért, hol azért, tehát ez egy történet, amit most felolvastam, hogy hány helyre kerül, ezen végig szánkázunk, és látunk ilyen nagyon nyársat nyelt hivatalnokokat, látunk ilyen abszolút begyöpösödött embereket, és ezek mennének, és közben persze minden van, tehát a koporsóban azért próbálnak kábítószert csempészni, meg mindent. Tehát itt is vannak nevetések, de összességében azért ez egy erőteljesen komoly, falsúlyos darab. A Vidnyánszkynak vannak ezek a megszokott ilyen szép csoportmozgásai, néha monoton ez, néha unalmas, de tulajdonképpen az utolsó fél órára veszettül felerősödik. És akkorra azt mondom, hogy már érdemes megnézni, és a Beregszászi Színház színészei játsszák, tehát látunk ilyen valóban olyan embereket, akinek az arcán érződik, hogy nekik ez a határ, ugye gyakran még az ukrán határon még mindig nem olyan könnyű átjutni, de én is álltam ott már órákat, és ilyen 5-6 órák is megszokottak voltak, tehát nekik a napi problémájuk volt, és bizonyos szempontból a mai napig is, egy határon átmenni, és ez az átéltség tulajdonképpen érződi. Van időnk az Udvaros Dorottyára? Még gyorsan, van? Igen. Tessék? Igen, még van egy kis. Még van egy kis idő. Jó, akkor beszéljünk az Udvaros Dorottyáról. Ez is a Nemzeti Színházhoz kötődik. A Nemzeti Színházban most nyílt egy új játszóhely, Bajor Gizi Szalon címmel, és ezzel a produkcióval avatták fel, ami egyébként eleve erre van, hogy ilyen egy-két személyes, valamit meg akarok itt is nézni, hogy ilyen egy-két személyes produkciók legyenek benne, tulajdonképpen, hogy a színészek kiélhessék, akiknek esetleg ilyen ambícióik vannak, hogy ilyen párszemélyes, vagy nincs elég szerepük, a legközelebbi például egy Bodrogi Vojtági est lesz, látjuk is itt a háttérben Udvaros Dorottyát, aki tulajdonképpen hosszú ideig szabódott, hogy ő ilyen önálló estet csináljon, aztán a Rózsavölgyi Szalonban nagyon jól sikerült neki az estje, az a klasszikus Petsz Bálint, aki gitározik, tulajdonképpen végig gitározza az egész produkciót,
és az udvarosnak a rózsavölgyi szalonos az ilyen klasszikus produkciót, tudod, hogy mond prózát, énekel mindent. Ez pedig egy regény, a Margarit Durásznak a Nyáron este fél 11-kor című regényének egy színpadi változata, amit Vörös Róbert rendezett. Itt kemény felkavaró dolgok vannak benne, az alapsztori az, hogy egy pasas, itt is menyasszony van, a házasság előtti naptól nagyon lövi a menyasszonyát, mert hogy megcsalta a barátjával, a barátját is nagyon lövi, és akkor tulajdonképpen megy egy Mária nevű nő a családjával ebbe a faluba, és ezt a történetet hallva gondolja végig tulajdonképpen a saját életét, és érzi, hogy már egészen hasonló sorsra juthat. Tehát egy ilyen felkavaró történet, amit Udvaros Dorottya ugye természetesen, tehát egyáltalán nem játszik rosszul. Gábor, köszönöm.